Ebben a videóban nézzük meg, hogyan tudjuk használni a Quizlet tanulókártyáit. Ahhoz, hogy egy tanulókártyát használjunk, tulajdonképpen be se kell jelentkeznünk a honlapra. Ez csak akkor szükséges, ha azt szeretnénk, hogy az eredményünket a program megjegyezze és kiírja nekünk. Induljunk el onnét, ahol az előző videóban abba hagytuk, tehát a Hellas témájú kártyákat nézzük meg. Ezek közül megkeressük azt, amit én készítettem, a Hellas fogalmak, HC 8400 által készítve. És már is eljutottunk erre a kezdő oldalra, ahol lehet már is tanulni a görög történelmhez kapcsolódó fogalmakat összegyűjtve. Jobb oldalt látjuk, hogy 14 fogalmat kell megtanulnunk, az elsőnél járunk. Először célszerű talán végigolvasgatni, végigpörgetni mind a 14-et. Aztán utána kezdődhet a tudáspróba. Ha itt ezt a kis pipát kivesszük, akkor látjuk, hogy csak a meghatározást fogjuk látni, és kipróbálhatjuk, hogy mennyire tudjuk, hogy például a görög városállam saját uralkodóval és hadsereggel, ez mondjuk legyen a polisz, úgy gondoljuk. Ha ide kattintunk, akkor megmutatja nekünk a helyes választ, és már is mehetünk tovább. Mi megint a meghatározás jön elő. Hogy nevezik a lókori görögök a földjüket, nyilván Hellásznak, megfordítjuk, megnézzük, már mehetünk is tovább, leellenőriztük magunkat. Amikor ez már elég jó megy, akár meg is fordíthatjuk a kártyát, és most a fogalmat fogjuk látni, és próbáljuk meg elmagyarázni, hogy mit is takar az Akropolis. Hogyha ezt elmagyaráztuk, akkor utána el is olvashatjuk, hogy jól mondtuk-e, jól gondoltuk-e, vagy netán valamit kifelejtettük. Tehát így végig lehet haladni a kártyácskákon egyesével, még egyszer, ha kell, bejelöljük ezt a kis négyzetet, akkor együtt is látjuk a fogalmat és a meghatározást, hogy egy kicsit nehezebb legyen nekünk, meg is keveri a kártyát ezekre a furcsa nyilakra kattintva, hiszen nem jó, ha mindig ugyanolyan sorrendben gyakorlunk, illetve van arra lehetőség, hogy teljes képernyős módban is használjuk a kártyákat, de ennél van egy jobb megoldás, úgyhogy ezt most meg se nézzük. Annyit még, hogy legalul az összes meghatározás, az összes fogalommal együtt egy készletben megnézhető, tehát akár így is végig szaladhatunk rajta. És ha már mindent tudunk, akkor van kétféle mód, a tanulás, illetve a játék, amivel kipróbálhatjuk a tudásokat. Nézzük először a kártyák című lehetőséget. Látjuk, hogy gyönyörűen betöltötte a mi kis kártyánkat. És itt oldalt beállíthatjuk, hogy a fogalmat, vagy a definíciót szeretnénk látni. Hoppá, ez nekünk most nem kell itt. Vagy netán mindkettőt egyszerre. Ugye itt megint csak úgy mehetünk előre, hogy a megfelelő fogalomhoz kattintunk. Érdekes, hogy van itt egy ilyen kis csillag, úgyhogy meg is tudjuk jelölni esetleg azokat, amiket nem nagyon tudtunk. Mondjuk, hogy ez kimaradt, és akkor utána, amikor végignéztük az összeset, akkor ezekre vissza lehet ugrani. Aztán, ha már megy, akkor esetleg kivesszük a jelölést, de jó ez arra is, hogy mondjuk kigyűjtjük, hogy nem tudom én, most csak az Athénnal kapcsolatos fogalmakat szedjük ki, akkor megjelölhetjük ezeket is. Mondjuk még a démoszt, a demokráciát megkeressük, és akkor ezeket ugyanígy külön lehet gyakorolni. Tehát többféle lehetőségünk is van a gyakorlásra. És természetesen itt is megoldható az, amit az előbb már néztünk, hogy csak a fogalom van, ha rákattintok, előhívja a megoldást, mehetek tovább, csak a fogalom, megpróbálom megfogalmazni, mi az, hogy mítosz, majd rákattintok, és már meg is adja a megoldást. Ezt meg is tudom fordítani, hogy definíciót látok először, aztán utána próbálom eltalálni a fogalmat. Értelemszerűen akkor itt jobb oldalon a definíciók vannak felsorolva. És hát így lehet nyugodtan gyakorolgatni. Ez tehát az egyik lehetőség. A másik, a learn, a tanulás. Ugye amikor a meghatározás felolvasható, és be kell írni a választ a megfelelő helyre, két népgyűlés között ez a testület irányította Athént, mondjuk írjuk azt, hogy V-nek tanácsa, és nyomjuk meg a válasz gombot, és már is látjuk, hogy ebben az esetben ellenőrzi nekünk a választ, és azt mondja, hogy ez a rossz válasz, mert nem a V-nek tanácsa,
hanem az 500-ak tanácsa irányította, meg is jelenik itt, hogy egy rossz válaszunk van, nyomjunk egy másikat. Cserépdarabokra írták annak a nevét, akiről úgy gondolták zsarnoki hatalomra költör. Írjuk be azt, hogy cserép szavazás, és már is nyomjuk a választ, és látjuk, hogy ez jó válasz volt, és már is megjelent a jó válaszoknál egy találatunk. Természetesen bármilyen billentyűt lenyomva jöhet a következő kérdés. Tehát ez a learn mode, ez így működik, a végén pedig összesítve láthatjuk az eredményt. De fölül azt látjuk, hogy még hány kérdés van hátra. A következőt azt nem nézzük meg, ez idegen nyelv tanuláshoz jó, itt ugyanis hasonlóan a learnhez egy ugyanilyen felületet találunk, csak itt hangzás alapján, tehát a honlap felolvassa nekünk a tulajdonképpeni fogalmat, és annak megfelelően kell beírni a választ. Ezt még egyszer mondom, csak nyelvtanulásnál tudjuk. Következő lehetőségünk az a tanuláshoz a teszt. Saját magunknak készíthetünk tesztet is, négyféle módon, tehát egy olyan variációs lehet, itt tudjuk beállítani a módokat, ugye négyféle módot, amikor begépelni kell, párosítani, feleletet választani, vagy igaz-hamis választásokat megadni. Be tudjuk állítani, hogy elől a fogalom legyen, és ahhoz a meghatározásokból kelljen választani, vagy a meghatározások legyenek elő, és nekünk a fogalmakból kelljen választani. Megadhatjuk a kérdésszámot, és ezt a gombot megnyomva már is a beállításnak megfelelően generál egy tesztet nekünk a program. Görög városállam, ugye beírjuk, hogy polisz, így nevezték földjüket az ókori görögök, legyen ez Hellász. Cserépdarabokra írt a nevet, ide most csak beírok valamit, szabad emberek, ide is csak beírok valamit, hogy legyen válasz. Ugye a következő választípusunk, vagy kérdéstípusunk egy párosító, a hellótákat kell itt megkeresnünk. Én azt gondolom, hogy ez legyen itt D. Figyeltet, hogy ahogy beírjuk, elhalványul a neve. Népgyűlés, ez legyen mondjuk a B, megint elhalványul, hogy ezt már beírtuk. A mítosz, az legyen az A, és hát maradt egyetlen egy C, kész vagyunk, mint halvány. Felelet választásos, én itt most csak úgy össze-vissza alapon, egyel tovább haladva mindegyikből adok egy-egy választ, hogy lássuk, hogy működik, és ugyanezt tesszük az igaz, hamis, igaz játékkal is, tehát az első az igaz, a hátsó a hamis. Ezután következik egy ellenőrzés, hát ez egy nagyon gyenge teljesítmény, ugye mi nem véletlen, hiszen próba szerencse alapon töltöttük ki, 50%-os, ami nagyon jó, hogy a javítást is itt megadja, tehát a cserépdarabokra írt név az nem a OA, a helyes válasz, hanem a cserépszavazás, mint ahogy a szabad emberek Spárta környékén, akiknek adózniuk kellett, azok nem a gék, hanem a körüllakók, és így már is, ugye itt nagyon ügyesek voltunk, jól oldottuk meg, és így már is gyakorolhatjuk is, hiszen nem csak a rossz választ adja meg, és azt közli velünk a teszt, hogy hány százalékosra oldottuk meg, hanem alatta látjuk a jó választ is, ezt mindig el kell olvasni nyilván. És az utolsó gombra kattintva, ha nem megy elég jól, akkor már is jöhet az új teszt generálása. Ez tehát a következő lehetőség, és maradt még két játékunk, a Scatterre kattintva, egy olyan játékot játszhatunk, ahol a megfelelő fogalomra rá kell húzni a megfelelő választ, itt megy egy óra, tehát a játék lényege az, hogy minél gyorsabban oldjuk meg a feladatot. Például ez a kettő tartozik egybe, Hellász, így nevezték földjüket az ókori görögök, ha jól csináltuk, akkor már is eltűnik mind a kettő felirat. Istenekről, legendás hősökről szóló monda, az legyen a mítosz, és akkor csináljunk olyanokat, hogy keressünk rosszat is, a falaxot mondjuk hozzuk rá arra, hogy gazdag földbirtokos, és hát itt véletlenül ráhoztam a másikra, és azért eltűnt, na nézzük meg, 500-ak tanácsa gazdag földbirtokos, hát ez nem stimmel, ez így elugrott. 500-ak tanácsa hozzuk rá arra, hogy görög városállam, nem stimmel, tehát ha nem oda tartozik, akkor ez bizony el fog onnét ugrani, és nem tudjuk ráhúzni. Viszont ha a jó választ húzzuk rá, akkor nézzük, csak megint eltűnt a pár. Cserépdarabokra írták annak a nevét, kezdődik, és ez ugye a cserépszavazásnak a meghatározása.
gazdag földbirtokos az arisztokrata, és a görög városállam pedig a polisz, és amikor elkészültünk, már is megjelenik az időeredményünk. Jó kezdet, de ugye azért meg lehet ennél jobb időnk is, ez a 71,2 másodperc. Ha mi bejelentkezünk, akkor az eredménylistán megjelenik, hogy hányadik helyen állunk ezzel az időeredményen. Ugye most nem vagyunk bejelentkezve, tehát ez nekünk nem érdekes most. Természetesen újra is lehet kezdeni a játékot, és abban a pillanatban lehet rajta javítani. Nézzük meg az utolsó ilyen gyakorlási lehetőséget, ez a rész, egy verseny. Ezt az idővel folytatott verseny tulajdonképpen, hiszen az fog történni, hogy van két életünk, és egyre nehezebb pályán fogunk haladni, innét balról fognak érkezni a meghatározások, és ide kellene beírnunk villámgyorsan, még itt a túloldalon el nem tűnik a meghatározás, a jó válasz, hát tegyünk egy kísérletet. Azt mondja, hogy gazdag földbirtokos, azaz a risztokrata, és nyomjuk meg, már is jó, görög városállam, az a polisz, nyomjuk meg, és már is jó, és már gyűlik is a pontok. Ez legyen a falanx, és már mehet tovább. Ezt hibázzuk el. Írjuk be ezt, és hát nem lesz jó, ugye nem jelenik meg a következő válasz, sőt ott ki is ment a képből a meghatározás. Ilyenkor az a teendőnk, hogy istenekről, legendás hősökről szóló mondat, az a mítosz, mondja nekünk a program, és hogy tovább tudjunk menni, ahhoz ezt be is kell majd gépelnünk. De mielőtt megtenném, itt nézzük, csak alul egy életet elvesztettünk, mivel ugye kiszaladtunk az időből. Már is megy tovább, a fellegvár az Akropolis, igyekezni kell, tehát itt már nagyon jól kell tudni a meghatározásokat. Ez legyen Hellas. És már is jött a kettes pálya, ugye ilyenkor megint kaptunk életet, és már is mehet tovább a játék. Egészen sokáig, amit közben tudunk szünetet tartani. Megnézni a legjobb eredményeket. Ugye most még nincs itt, hiszen azt mondja, hogy most először játszunk, és hát folytathatjuk a játékot is. Hát ezek tehát az első lépések ebbe a programba, így tudjuk kipróbálni a különféle lehetőségeket, és így lehet